Hello. Halló! Mindenkit üdvözlök! Azt hiszem, hogy elkezdhetjük a munkánkat. Üdvözlöm Önöket a MERI konferencián. Violetta Máranova vagyok, én leszek a háziasszonyuk két napon át, és gyakran találkozunk, és mielőtt megindítjuk a munkát, kérem szépen, hogy a tolmács eszközöket állítsák be, hogy mindenki kapja a megfelelő. Nézzék meg, vagy látták már ugye a nyelveket. Az egyes csatornán bulgár, kettőn jön az angol, a hárman jön a francia, a négyesen jön a német. Szerb, és a nyolcason a szlovák nyelv jön. Remélem, hogy mindenki megtalálta magát az őt érintő csatornát. Ezek szerint működik. Tehát azzal kezdünk, hogy Andor László biztos úr a DG Employment részéről, aki sajnos nem tudott eljönni, de egy speciális videó üzenetet fogunk lejátszani, amelyben ő üdvözli Önöket. Hallgassuk tehát Andor biztos urat. Hölgyeim és uraim, sajnálattal közlöm, hogy nem tudok részt venni ezen, de mindenkit arra buzdítok, hogy maximálisan használják ki a konferencia adottságait és ezt a munkát. Nagyon fontos, hogy mire költjük az európai pénzeket, hogy a intelligens növekedés és a fenntarthatóság megvalósuljon, és hogy a roma stratégiák ne maradjanak holt betűk. És nagyon fontos, hogy a roma szociális, társadalmi és gazdasági felzárkózására születő programok valósággá váljon. Nagyon sok nemzeti stratégia létezik, amelyek sajnos a regionális és helyi hatóságokat és az NGO-kat nem vonja be a roma munkába, amikor tehát a végrehajtás és a monitorozásra kerül sor, ott azért már találkoztunk bizonyos pozitív példákkal, például Finnországban, annak ellenére, hogy aránylag kevés roma él ott, nagyon proaktív módon közelíti meg, vagy Spanyolország is jogosan büszke a roma programjaira. Majd ma igen sok ilyen innovatív megközelítést, sikeres programot, izgalmas fejleményeket fogunk megtárgyalni, és ezeknek a sikere azt mutatja, hogy igen, sok eredményt elértek már, de még sok van előttük. A roma felzárkózás bizonyos adminisztratív kapacitás növelést is igényel, illetve két irányú kommunikációt. A bizottság ezt is figyelembe vette, amikor országspecifikus ajánlásokat tettünk közzé, és egy úgynevezett több éves pénzügyi keretet hoztunk létre. Több kulcs eleme a kohéziós politikának pontosan a leginkább kitett társadalmi rétegeknek a felzárkóztatására irányul, specifikus beruházási prioritásokat határoztunk meg a marginalizált tag bevonására, legalább a kohéziós pénzek 25%-a az ESF által fogalmasítandó projektekre megy. Kazatsay Zoltán kollégám majd megosztja önökkel a konkrét elemeit ennek a programnak, és bemutatja, hogy jól költjük el a pénzeket. A programoknak akkor van a legnagyobb hatásuk, amikor bevonjuk a
érintettek, tehát a romáknak a tapasztalatait, akár a lakhatás, akár az egészségügy, az oktatás, vagy az álláskeresés tekintetében. Tudjuk azt is, hogy az intézkedések csak akkor hatékosak, hogyha nem diszkriminatív módon kerülnek megvalósítára. Ezek az intervenciók akkor működnek, amikor konstruktív dialógus és partnerség áll fönn a roma társadalmak, a hatóságok és a helyi társadalom között. Ahhoz, hogy valóban megváltozzon a romák élete, politikai elkötelezettség kell minden szinten, a helyi szinttől az európai szintig. Hölgyeim és uraim, a roma integráció az elsődleges felelőssége a tagállamok szintjén. A bizottság fórumot bocsát rendelkezésre, mint a mai napon is, és mobilizálhat bizonyos pénzügyi alapokat, és monitorozza az átláthatóságot. De az igazi előrelépés csak a helyi kezdeményezésekből születhet. Ha a prioritásokat átfordítjuk finanszírozási prioritásokká, ezeket a pénzesz alapokat jól kell fölhasználni, de ehhez nagyon szükséges a polgármesterek bevonása. Azt kell bizonyítani, hogy ha megvan az akarat, akkor sikerülnek a dolgok, méghozzá egész Európában. A városok vezetői, falvaknak a vezetői bátorítanunk kell, hogy megfelelően viszonyuljanak ehhez, és hogy a kezdeményezéseket bátran megtegyék. Két év múlva lesz a következő MERI konferencia, és remélem, hogy ott jó fejleményekről számolhatunk be. Köszönöm szépen. Köszönöm Andor László úrnak, hogy bejelentette a következő MERI eseményt. A következő nyitóbeszéd pedig Kazatsay Zoltán úr szájából hangzik el, aki a DG Employmentnek a főigazgató helyettese. Kazatsay úré a szó tehát. Good morning. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Ahogy hallották a biztos úrtól, megosztanék önökkel néhány olyan pontot, amely a politika, az európai EU-s politika végrehajtásával kapcsolatos a roma kérdés területén. Nagyon bölcsen kell hozzáállni a roma problematikához, és de minél gyorsabb eredményeket kell elérni. Tudom, hogy önök közül sok polgármester van, illetve egyéb érintett felek is itt vannak a környező országokból, illetve hatósági emberek, intézményi képviselők. Önöknek megvan a lehetőségük pénzügyileg, időben és kapacitással, hogy a roma kérdésekkel hathatósan foglalkozzanak. Az európai agendának nagyon fontos része a roma kérdés, és a bizottság fontos lépéseket tett 2008 óta, hogy felgyorsítsa a roma felzárkózást, és hogy folyamatos előrelépést biztosítson a jövőre nézve. Azonban az Európai Unió és a tagállamok közös erőfeszítései csak úgy sikerülhetnek, hogy az összes szint szereplőit bevonjuk egészen a lokális, helyi szintig. Ezért is hívtuk össze ezt a konferenciát, mert arról szól ez, hogy összehozzuk a helyi döntéshozókat, ezt be kell csatornázni az európai keretekbe, és így képesek legyenek az európai pénzalapok legjobb felhasználására a romák felzárkóztatása céljából. Adott dolognak vesszük, hogy a tagállamok elsődlegesen felelősek ezzel a roma integrációs politikáknak a kialakításáért és lefuttatásáért.
az EU-s szinten is nagyon komoly szerepek vannak. Az az úgynevezett hozzáadott érték azt jelenti, hogy az EU szintű politikákat és eszközöket lehet mobilizálni, amelyekből alakul ki az európai roma felzárkóztatási keret. Ennek az egyik eleme az Európa 2020 stratégia, amelynek a célja a fenntartható, intelligens és inkluzív, úgynevezett felzárkóztatós fejlődés. A 2020-as program megpróbálja megteremteni a politikai keretét annak, hogy a hátrányt szenvedő csoportok és a romák felzárkóztatása lehetővé válik. Egyrészt a szociális kirekesztés ellen harcol, megpróbál megoldani a lakhatási, egészségügyi és oktatási problémát. A szociális kirekesztés gyakran több okra vezethető vissza, éppen ezért integrált stratégia megközelítésre van szükség. A releváns politikák explicit, de nem exkluzív, tehát kizárólagos módon kell, hogy célozzák a romákat. Ezek célzott politikát, amelyek el kell, hogy érjék a romákat. Hiszen a társadalom bizonyos fokig megosztott, éppen ezért az úgynevezett területi, többdimenziós megközelítéssel kell próbálni felszámolni a kirekesztés és a szegénységet. Ahogy hallották, Andor úrnak a előadásában nagyon fontos, hogy a helyi és nemzeti hatóságok inputja is bekerüljön ebbe a programba, mert csak ez fogja valóban megváltoztatni a romák életét. Az Európai Bizottság úgy járul ehhez hozzá, hogy folyamatosan segítséget nyújt, nem csak politikai, hanem pénzügyi szinten is, az Európai Uniós alapok csatornán keresztül. A kohéziós politika egésze igen komoly regionális segítséget nyújt, 350 milliárd eurót oszt szét a 27 tagországon belül a 2014-ig terjedő időszakban. Ebből 75 milliárd eurót allokáltak a szociális alapra. Ez egy igen komoly elkötelezettség, és igen nagy pénzösszeg. Nem minden pénz a roma inklúzióra, a roma felzárkóztatásra kerül elköltésre, de a nagy része igen. Azt szeretnénk elérni, hogy ez a pénz, hogy még több pénz kerüljön olyan kezdeményezésekre, amelyek valóban elérik a kitűzött célokat. Figyelembe véve ezt, az új kohéziós politikában, illetve a szociális alapon belül az a cél született meg, hogy növeljük a roma célú pénzalapokat a 14-ig terjedő időszak során. Ezt a kérdést úgy közelítjük meg, hogy ugye több elemét vesszük figyelembe, vagy több területen működünk közre. Először is a tagállamoknak ki kell jelölniük a legszegényebb földrajzi területeket, illetve bizonyos célcsoportokat meg kell határozniuk, és egy koherens, többdimenziós stratégiát kell képezniük, kihegyezve ezekre a speciális csoportokra, illetve földrajzi régiókra. A szociális alapnak az úgynevezett kijelölt beruházásai pontosan marginalizált népcsoportokat kell megcéloznia. Az ex ante kondicionalitás elve kell, hogy érvényesüljön eme integrációs stratégiákon belül. Ez azért fontos, mert ha ez a feltétel rendszer nem
kerül kielégítésre az adott tagállamokban, akkor ennek bizonyos büntetései lesznek, pénzügyi büntetései lesznek az adott államra nézve, tehát az államoknak saját érdeke, hogy betartsák az előre kitűzött feladatokat, elvégezzék. A Andor biztos úr nagyon fontos változásra hívta fel a figyelmet, vagyis, hogy a szociális alapoknak minimálisan 20%-a a szociális felzárkóztatásra lesz elköltve. Ez egy hatalmas összeg európai, összeurópai szinten. Azután, ami szintén nagyon ide tartozik, hogy a helyi megközelítéseknek a helyi kezdeményezések, fejlesztési stratégiák vagy beruházások. Nos, ezekre fogunk koncentrálni a pénzelosztás szempontjából. Pénzügyileg az EU-s támogatás önmagában nem tudja felszámolni a problémákat, mert ezek a problémák nagyon bonyolultak. Nagyon bonyolult kezelést igényelnek. A végrehajtásuk, tehát a nemzeti integrációs stratégiák sikere a helyi erők, a helyi forrásoktól is függ. Konkrét projektekre kell ezeket a pénzeket költeni, egyrészt az oktatás, másrészt a munkahelyteremtés és a szociális felzárkóztatás területén. Nézd. Tehát közösen kell vállalni a különféle szintű hatóságoknak ezt a kérdés, ennek a kérdésnek a kezelését, mert ők ismerik igazán a helyi realitásokat. Éppen ezért azért örülünk annyira a MERI hálózat beindításának, és az OSF egy nagyon fontos platformot, tehát a Nyílt Társadalom Alapítvány egy platformot biztosít a vélemény cserére, illetve a kölcsönös segítségnyújtása ezen a területen. A helyi hatóságok, és különösképpen a polgármesterek közvetlenül érintkeznek a roma társadalommal, és hatalmas szerepük van a felzárkózási programok megvalósításában. És a MERI hálózat és más hálózatok közötti együttműködést azt is nagyon is segítenünk kell. A hálózati együttműködés egyrészt vertikálisan, másrészt horizontálisan is nagyon fontos szerepet kap a roma felzárkózás területén. Az is kulcsfontosságú, hogy minden szinten az érintett feleket bevonjuk ebbe a munkába. A roma képviselők természetesen nagy szereppel bírnak, hogy a roma stratégiák megfelelők legyenek, és hatékonyan megvalósuljanak. Ehhez mi kell? Mi teszi ezt az egészet egy sikertörténetté? Először is konzekvens politikai elkötelezettségre van szükség. És ugye az elkötelezettség nagyon szép dolog, de pénz nélkül nem sokra megyünk vele. A másik fontos cél az, hogy megfelelő pénzügyi alapokat teremtsünk hozzá, és realisztikus célokat kell kicűzni magunk elé, hogy milyen célokat és milyen gyorsan lehet elérni a roma közösségekben. Legyünk realisztikusak, nem tudjuk rövid időn megváltoztatni a helyzetet, de legalább már kezdeti eredményeket láthatunk, hiszen ez rendkívül nehéz munka, amiről szó van. Andor biztos úr azt is bejelentette, hogy 2 év múlva a MERI legközelebbi ürésére sor kerül, hiszen a roma felzárkózási pénzek nagy része rajtuk keresztül folyik át, és azt várjuk el tőlük, hogy
hogy nagyon sokan lesznek ezen a konferencián majd, és sok pozitív eredményről számolhatnak be majd a előrelépéseket illetően. Végezetül, hölgyeim és uraim, hadd biztosítsam önöket arról, hogy az Európai Bizottság továbbra is konkrét segítséget kíván nyújtani, politikailag és anyagilag, hogy a jövő kihívásait kezelni tudják a roma téren is, hosszabb távon is, hogyha erre továbbra is szükség van. Köszönöm az önök figyelmét, és jó konferenciát kívánok önöknek. Köszönöm, Kazatsay úr, hogy beszámolt az Európai Bizottság eszközeiről. A következő felszólalónk Tawanda Mutasah, az Open Society Alapítvány programigazgatója. Tawanda Mutasah, öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm Zoltan Kazatsay úr, a DG Employment főigazgató helyettesének. Most nem látom őt, de láttam, amikor beszélt, és most hozzá is fogok most beszélni, és köszöntöm őt. Dominik Be a bizottság részéről, aki az Európa Tanácsnál dolgozik. Egy sor ügyet megbeszéltünk vele, 15 országból polgármesterekkel, vezetőkkel. Az Open Society alapítványon belül a roma politikai testület elnöke, Mizsei Kálmán, Jovanovics úr és egyéb roma civil szervezetek elnökei és egyéb együttműködők itt a teremben. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy kifejezzem Andor úr üzenetével kapcsolatban, hogy nagyon fontosnak tartom az üzenetét. Az Open Society alapítvány több mint 200 millió dollárt költött roma ügyekre, és az alapítványon keresztül globálisan több mint 70 munkatársunk van, akik a roma ügyekkel foglalkoznak. Tisztán látszik a számok terén is, hogy a korlátozott források ellenére is az Open Society alapítvány nagyon kiemelt területként kezeli a roma ügyeket, és itt ugye nem csak a donorok fontos szerepéről van szó, hanem arról, hogy nagyon nagy elkötelezettségre van szükség. Globális hálózatokkal dolgozunk együtt, melyek a kisebbségi csoportok felzárkóztatásával foglalkoznak, a marginalizált csoportok felzárkóztatásával, és az emberi jogi helyzet javításával. Miért fontos az, hogy belefogtunk ezekbe a beszélgetésekbe, itt ma és a holnap? Egyértelmű, hogy a fontos munka az mindig polgármesteri szinten
történik, a fontos döntéseket ott hozzák, például az oktatás ügyében és a mindennapi élet ügyeiben is. Tehát nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a polgármesterekkel tudunk együtt dolgozni. Az Open Society Alapítvány az itt jelenlévő kollégákkal együtt dolgozik, és civil szervezetekkel is ezekben az ügyekben, és szerencsésen bemutathatunk bevált gyakorlatokat a roma felzárkóztatás terén, olyan dolgokat, melyek megvalósultak, mint majd látni fogják. 24 a 104 esetből a MERI programon belül az EU finanszírozásból be fogjuk mutatni, hogy mi voltak a jó példák, és miket László Andor biztos úr is említett. Andor László úr is említett. Fontos a polgármesterek, vezetők számára, hogy biztosítsuk, hogy a roma felzárkóztatás ez nem csak a romákról szóljon, hanem társadalmi átalakulásról, és arról, hogy hogyan élünk együtt emberi lényekként, hogy az elkötelezettségünk alapján bevonjuk a szélesebb körű társadalmat is, hogy mindenki figyelemmel legyen az emberi jogokra, mindenki tartsa be ezeket. Ugyanakkor remélem, hogy alkalmunk fog nyílni ennek a munkának során, nem csak kísérleti projektekre, hanem hogy azt is lássuk, hogy ezek a projektek hogy tudnak nemzeti politikai szintre emelkedni. Az elkövetkezendő órákban reméljük, hogy majd megláthatjuk, hogy ezek a kísérleti projektek hogyan tudják befolyásolni a nemzeti politikát, hogy a 2014-től 2020-ig terjedő időszakban hogy tudjuk minél kedvezőbb irányba befolyásolni a politikát és a döntéshozatalt. És a legfontosabb üzenetünk, hogy nem csak a végrehajtott modellekről kell, hogy ez szóljon, és hogy hány autót vettünk a hivatalaink számára, a roma felzárkóztatással foglalkozó irodák számára, hanem végül is az a legfontosabb, hogy a roma emberek élete hogyan alakul át a munkánkkal kapcsolatban. Van egy történet egy halászcsoportról, ahol én születtem valahol Dél-Amerikában. Eldöntötték, hogy halászok akarnak lenni, és körülbelül 10 évig összegyűltek, és beszélgettek a halakról, a halak szokásairól, beszélgetek arról, hogy hogyan kell halászni. Voltak, akik még doktorátust is szereztek maguknak a témából, és mindenféle kutatásokat folytattak, de végül is soha nem jutottak el a halászáshoz. Tehát remélem, hogy felismerjük, hogy minden, amit végzünk, az csak akkor számít jelentőségteljesnek, hogyha látjuk azt, hogy egy gyerek a roma gettóból elmegy az iskolába, ahova korábban nem járt, vagy egy kisfiú egy roma gettóból, aki amúgy nem kapott volna gyógyszeres kezelést, meggyógyul és gyógyszereket kap, és hogy a nők, a mi
társadalmunkban látni fogják, hogy ők is egyre jobban bevonódnak, és remélem, hogy ezen a konferencián sikerül az összes célunkat megvalósítanunk, és köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettem. Köszönjük, Mutasah úr. Időnként tényleg ennyire egyszerű, hogy emberi lényekkel foglalkoznunk, bár ezt időnként elfelejtjük. A következő nyitó beszéd pedig Alfonso Zardi től az Európa Tanácsból. Köszönöm. Köszönöm, főigazgató helyettes úr, az OSF résztvevői polgármesterek, hölgyeim és uraim. Nagy örömmel állok itt ma önök előtt, és szeretném közvetíteni Dorbjörn Jaglert, főtitkár üdvözletét. Nagyon fontosnak tartjuk az Európai Bizottság és az Open Society Alapítvány munkáját a roma kirekesztéssel szemben és a roma felzárkóztatásért. Az Európa Tanács úgy gondolja, hogy a roma felzárkóztatás egyre fontosabb feladat. 60 évvel ezelőtt alakult a szervezetünk azért, hogy megvédje az alapvető jogokat, emberi jogokat, hogy a demokratikus társadalmakat immunissá tegye az intolerancia és gyűlölet ellen. Sokat értünk már el, és nagyon igazságtalan lenne, hogyha nem ismernénk el azt a haladást, amit már elértünk az összes tagállamban. Az emberi jogok terén és a szociális kohézió célzó politikák megvalósítása terén, az oktatáshoz és kultúrához való hozzájutás terén. De sajnos azt kell mondanunk, hogy sok munkánk van még hátra. A gazdasági helyzet által kiélezett társadalmi feszültségek. A kockázat valós, hogy a társadalom bizonyos szegmensei, főleg azok, akik a legveszélyeztetettebbek, nagyon nehéz helyzetben vannak, mert a gyengéket és az eltérőeket gyakran stigmatizáljuk, és az intézmények kapacitása arra, hogy megvalósítsa a demokratikus alapelveket, és gyakran szűkös. Tehát nagyon fontos, hogy a demokrácia jövőjét biztosítandó nyílt párbeszédet kell folytatnunk, különösen a populáció leggyengébb, sérülékenyebb szegmensével kapcsolatban, a kirekesztés ellen, a roma felzárkóztatásért. Most praktikus együttműködés, a gyakorlati együttműködésre törekszünk minden szinten, hogy valós változást érjünk el. 2010-es nyilatkozatra utaljak vissza. Fókuszált, fenntartható párbeszédre van szükség pán-európai szinten, a tagállamok között, régiók között, helyi hatóságok között és az európai szervezetek között, figyelembe véve a sok pozitív bevált gyakorlati példát. A konferencia után a főtitkár kinevezett egy biztos, a strasbourgi nyilatkozat megvalósítására.
Nagyon fontos, hogy megosszuk egymással tapasztalatainkat, hogy mérhetővé tudjuk tenni az elért eredményeket. És létrejött egy bizottság a roma ügyek kezelésére. Különböző kis szakértőcsoportok különböző országokból együttműködnek bizonyos szakpolitikai kérdésekben, elemzik a helyzetet bizonyos országokban, és próbálják javítani ezt. Az iskola látogatással kapcsolatban, a lakhatási körülményekkel kapcsolatban. Ezek olyan témák, amiket elkövetkezendő hónapok során is érintünk, majd az iskolai kirekesztés, aztán a vándorló életmódot folytató pihenőhelyei, a jól bevált gyakorlatok, az Európai Bizottság megvizsgálja a 24 sikeres projektet, és reméljük, hogy majd további szerencsésen sikerült, jól bevált példát is láthatunk. Nagyon fontos, hogy összehozzuk a képviselőket Strasbourgban, adminisztratív szinten, kormányzási szinten is, de ez a Karom egy egyedi fórum abból a szempontból is, hogy megosztjuk a tapasztalatokat, és segítünk, hogy minél hatékonyabban érjük el a szervezetünk céljait. A helyi szinten kell a roma felzárkóztatással foglalkoznunk, de sajnos a kirekesztés is itt történik, tehát ezen a szinten kell akcióba lépnünk. A roma ügyekkel foglalkozó képviselőknek nagyon fontos mediációs szerepe is van, hogy új megközelítés kezdődjön. A mediáció mediátorok felkészítő programja, a közvetítők felkészítő programja elkezdődött, 25 országban folyik már. Tagállamainkban pozitív eredményeket értünk el, ahol közvetítőket alkalmaznak, magasabb a száma azoknak a romáknak, akik valóban hozzájutnak az oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, lakhatási körülményeik javításához, és javult a kölcsönös párbeszéd, de milyen közvetítő munkáról beszélünk. Azt mutatja a tapasztalat, hogy ahhoz, hogy hatékonyak legyünk, függetlennek kell lenni, és az emberi jogokat mindig figyelembe venni. Az Európai Tanács egy olyan ajánlást fogadott el, melynek alapján kiképeztünk közvetítőket, és az a célunk, hogy 1000 közvetítő legyen ennek az évnek a végére, és én biztos vagyok ebben, hogy ezt el is tudjuk érni. Több országban a közvetítőket bevonták a Nemzeti Roma Stratégiába, és intézményesíteni szeretnék a közvetítők helyzetét. Más országokban is nőtt a közvetítők száma, és most a munkájuk minőségét próbáljuk javítani. Egy évvel ezelőtt, szeptemberben 2011-ben egy csúcs találkozó volt a polgármesterek részéről a roma ügyekben, az OSF részvételével, ami aztán folytatta a munkát. Ilyen keret a roma felzárkóztatás érdekében, amely kitűzte az elérni való célokat,
és a finanszírozással is foglalkozott. With the ROMED program and the work of CAROM. Alapszintről. Hogy hangsúlyozzam ennek a szövetségnek a fontosságát, azért, hogy elérjük a crucial to the success of our endeavor. Strasbourgi nyilatkozat céljait. Polgármesterek, a helyi közösségek szerepe is nagyon fontos. A kapacitást erősíteni kell, tapasztalatokat szélesebb körben meg kell osztani, és nemzetközi együttműködésre van szükség céljaink elérése érdekében. A kormányzati és nem kormányzati szervek, az Európai Bizottság képviselői is részt vettek, az OSF képviselői is kifejezték együttműködési szándékukat. Ki kell fejleszteni a megfelelő mechanizmusokat, betartani a határidőket. Igazgató urak és hölgyek, polgármester urak és hölgyek, tisztelt közönség! Hadd beszéljek egy másik testületről, a Fejlesztési Bankról. 1956-ban alapult, foglalkozik a lakhatási ügyekkel, felzárkóztatással, oktatással, és a természetesen a roma felzárkóztatással is új utakat keres, ahogy segíteni tudja a roma közösségeket európai finanszírozással. Nemrégi kezdeményezések az Európa Tanács részéről is bizonyították, hogy ez egy hosszú távú munka. Minden résztvevő félnek, kormányzati szerveknek, kormányzati és nem kormányzati együttműködésre van szükség. Örömmel tekintünk elébe a további munkának, az OSF-el, a MERI és egyéb roma felzárkóztatáshoz kapcsolódó ügyekben. Jelentős javulást szeretnénk elérni a romok közösségek életének javítása érdekében. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, Zardi úr, hogy beszámolt az Európa Tanács ezzel kapcsolatos tevékenységéről. Most pedig Mizsei Kálmán úr következik, a legutolsó felszólaló a kávészünet előtt. Ő a Nyílt Társadalom Alapítvány politikai tanácsa, roma politikai tanácsának elnöke. Üdvözlök mindenkit! Tisztelt igazgatóhelyettes úr, Zardi úr, kedves polgármesterek, nem kormányzati szervek vezetői és barátaink. Ahogy Violetta elmondta, az a megtisztelő feladatom, hogy hivatalosan beindítsam a MERI hálózatot, amely reményeink szerint azt a célt fogja szolgálni, ahogy éppen most hallottuk a legutolsó megjegyzésekben, hogy javítsa országaink roma polgárainak helyzetét, és ugyanolyan jogokat, lehetőséget biztosítson számukra, mint a többiek számára. Tehát utalnék egy nagyon inspiratív beszédre, illetve megjegyzésekre a mai nap során Andor László úrtól, aki valójában a brüsszeli motorja a roma kérdésnek. Ő fáradhatatlanul dolgozik, hogy meggyőzze kollégáit arról,
hogy európai szinten is kell foglalkozni, hogy Kazatsay úrtól is hallottuk, tehát segíteni kell az tagországokat megoldani ezt a kontinensünk legnagyobb társadalmi igazságtalanságának a problémáját. Két évvel ezelőtt Soros György, az alapítónk, meglátogatta a budapesti Roma Verzitás, Szirák Judit itt ül közöttünk, ő vezette őt körbe, és az egyik roma diák megkérdezte Soros urat: Soros úr, miért fektet ennyi pénzt belénk? És George azt mondta, nagyon egyszerű választ adott: azért, mert ez Európa legnagyobb igazságtalansága, és én szeretem Európát. Tehát ez a helyzet, és az európai nemzetek, különösen azok, amelyeken belül nagy roma kisebbségek találhatók, tagadhatatlan felelősséggel rendelkeznek a roma közösségek felé, vagyis hogy kötelességük helyretenni ezt az évszázados múltra visszatekintő igazságtalanságot, de egyébként ez egy felelősség a többségi nép csoportok irányába, mert hiszen a roma integráció egyben növeli a nemzet dignitását, a méltóságát, mert hiszen nem lehetünk boldogok, hogyha köröttünk koldusok vannak. És ugyanígy nem lehet a többség boldog, hogyha a környezetükben élő romákat méltatlan életkörülmények között szenvedni látja. Tehát akik a helyi szinten meg akarják oldani ezeket a problémákat, és ugye Andor úr nagyon helyesen mondta, hogy a nemzeti integrációs stratégiák, amelyeket az Európai Bizottság kezdeményezett, és az akkori, ugye Soros magyar elnökség is támogatott. Nos, ezeket a stratégiákat múlt decemberében állították össze a legtöbb országban, és azt is el kell mondani, hogy főigazgató helyettes úr, ugye azon felül, amit Andor úr említett, még nagyon sokat kell javítani a stratégiákon, és remélem, hogy a bizottság továbbra is nyomást gyakorol az országokba, hogy tegyék operatívvá ezeket a stratégiákat. És talán a legfontosabb terület, ahol a stratégiák nem működnek, az az, hogy a nemzeti stratégiát le kell vinni a helyi szintre, hiszen pontosan ez a próbája a stratégiák sikerének. Elmondható, kedves hölgyeim és uraim, barátaim, hogy ha átnézem ezeket a stratégiát, világossá válik, hogy jobban is lehetne teljesíteni ezeket. Egyrészt az ösztönzők területén, pénzügyek területén, de a vezetés, a vezetői funkció helyesebb, jobb ellátása is szükségeltetne. A vezetői kvalitások hiányoznak helyenként. Tehát az OSF több ilyen programot futtat, például a roma gyerekekkel kapcsolatosat, azután vannak roma kezdeményezéseink, Jovanovics vezetése alatt. Nos, önökkel is együtt fogunk működni, és hirdetni fogjuk, agitálni fogunk az önök érdekében nemzeti szinten, országos szinten, vagyis hogy a nemzeti roma programokat valóban operatívvá tegyük, működővé tegyük, mert hiszen
az a próbája, hogy mennyiben segítenek önökön, önöknek ezek a nemzeti programok. És kérem, hogy lobbizzanak a nemzeti szinten, méghozzá a helyi szervezetek, tehát az önkormányzati szövetségeken belül. Tehát megvannak az önök társulásai, szövetségei, amelyeknek a dolga az, hogy lobbizzon a kormány szinten a stratégiák érdekében, és ha kell, a mi segítségünk, ott leszünk. A MERI hálózat megnyitásával kapcsolatban reményünk az, hogy ez egy hosszú életű hálózat lesz, nem csak egy ilyen kérész életű valami, és nézzük meg, hogy hogyan is építhető ez ki szerintünk az Európai Bizottsággal karöltve, és itt szeretném melegen üdvözölni azt a fantasztikus segítséget, amit Andor és Kazatsay úr stábja nyújtott nekünk, Dominik Bébe-re gondolok. Nagyon fontos munkát végeztek, hogy ez a konferencia sikeres legyen, de érezzük, hogy nem vagyunk egyedül. Az OSF-en belül a főnököm, Tawanda, Mutasah úr elmondta, hogy már Soros úr 200 milliót dollárt ölt ebbe, és már körülbelül 70 munkatársunk közvetlenül a roma kérdéskörön belül dolgozik. Számítunk egy egyre mélyülő partnerségre az ENSZ fejlesztési programjaival, illetve az Európa Tanács ilyen irányú programjaival. Zardi úr említette az Európa Tanács fejlesztési bankját, akiknek a segítségével közelebb kerülünk a megvalósításhoz, illetve az Eurocities hálózat és egyéb hálózatokkal is ugye együtt kívánunk működni. Mit akarunk elérni? Szeretnénk, ugye a konferencián kívül és a konferencia után, ugye összekapcsolva a két évenkénti ülésszakokkal, tehát biztos, hogy nagyon nagy érdeklődéssel várjuk, hogy két év múlva a helyi szintű kezdeményezésekből sokkal többeket és sikeresebbeket találunk. Az a fontos, ugye, hogy hallottuk, hogy a halászt megtanítsuk halászni és integrálni a halászok közösségébe. Ehhez információ és jól értesültség kell többek között az EU-s pénzalapok területén. Abban akarunk segíteni, hogy bekerüljenek a roma inkluziós csatornákba, és így hozzájussanak az EU-s alapokhoz. Az új tagállamokban pontosan azok országok, és ne legyünk itt szégyenlések, pont azok az országok, amelyek a legnagyobb segítségre szorulnának, a legkevésbé használják ki az erre félretett EU-s pénzeket. Ezek a pénzek a romákat hivatottak segíteni, és világossá kell tenni a kormányoknak, hogy ezen változtatni kell. Azt is szeretnénk, hogy az országokon belüli, illetve a határokon átnyúló gyakorlatokat kicseréljük egymással, nézeteket cserélhessünk, MTM és egyéb programokat is hirdetünk itt, ugye vannak szakértőink, oktatóink, akik az emberi méltóság, az emberi egyenlőség témakörében segíthetnek önöknek. Azon kívül segítenénk a rendelkezésünkre álló szakért
feltétellemmel rendelkező embereket önökhöz bekapcsolni, tőlük lehet megtudni, hogy hogyan lehet hozzájutni EU-s pénzeket, és hogy hogyan lehet a programokat megvalósítani. A Login MERI weboldal egyre inkább platformja, fóruma lesz az esettanulmányoknak, információknak. Folytatjuk a MERI koordinátorok segítségét, támogatását. Albánia, Bulgária, Horvátország, Románia, Magyarország, Szlovákia, Macedónia és Montenegró, de ez még csak a kezdet. Program és programkoordináció és akciókoordinációt akarunk létrehozni ezekben az országokban. A MERI kezdeményezésnek a pilot próbáját a Making the Most program meghirdetett egy versenyt a legjobb helyi roma integrációs gyakorlatokra nézve. 15 ország van itt most képviselve. Elmondom, nagyon, nagyon büszkék vagyunk. Az összes Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország, Montenegro, Macedónia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Spanyolország. Gratulálok mindannyiuknak, hogy reagáltak a felhívásunkra. Nos, a legjobb gyakorlatok elismerendő, és azzal a céllal, hogy megindítsuk a MERI mozgalmat, az érintett szervező intézmények ebből a célból hozták össze ezt a konferenciát, és 104 beérkezett pályamunkából 24-et választott ki a zsűri, amelyeket ki fogunk tüntetni a mai nap során. Ezek az esettanulmányok valóban figyelemre méltóak. Bizonyos kritériumok alapján az elkötelezettség, illetve a jó vezetés szempontjából, minőségi, oktatási, egészségügyi, lakhatási, illetve munkahelyteremtési szempontból ezek kiemelkedő projektek, amelyben roma és nem roma szervezetek is részt vesznek a helyi szinten. Fontos kritérium volt a fenntarthatóság financiálisan és intézmény kapacitás szempontjából. Tehát 24-et választottunk ki, akiket ma megbeszélünk és kitüntettünk, vagy jutalmazunk, és remélem, hogy 2 év múlva még nagyobb probléma lesz, hogy nagyon sok pályázat közül melyeket érdemesítsünk kitüntetésre. Egy bizonyos számú polgármester, akik nagyon az élen járnak a roma inklúzióban, lesznek kitüntetve ma este. Remélem, hogy ez inspirációt ad arra nézve, hogy még nagyobb erővel vessék be magukat a helyi szinten a roma felzárkózásba, és 2 év múlva reméljük, hogy addigra még jobb minőségű anyagok, pályaművek, esettanulmányok érkeznek be. De ami a legfontosabb, hogy a két konferencia közötti időben folytatódik a partnerségi viszony, felkeresik egymást, tapasztalatokat cserélnek, és a szinergiát ki fogják használni, hiszen könnyen büszkélkedünk itt a mi saját eseteinkkel, sikereinkkel, de ugyanolyan fontos, hogy a többi polgármestertől is kapjunk ötleteket, halljunk
az ő gyakorlatukkal kapcsolatban értékes információkat. Ezen felül azt kívánom, nem csak az, hogy egy jó konferencia legyen ez, hanem hogy élvezzék Budapestet, ez egy vendégszerető város szerintem, és még egyszer nagyon jó személyes és szakmai kapcsolatokat kívánok, és ezennel megnyitom a MERI hálózatot. Köszönöm, Mizsei úr, hogy hivatalosan is útjára bocsátotta a MERI hálózatot. Köszönöm szépen Kazatsay úrnak, Mutasah úrnak, Zardi úrnak a köszöntő beszédeiket, hogy inspirációval szolgáltak további munkánk tekintetében. És most kihirdetem a kávészünetet. 11:30-kor pontosan szeretnénk kezdeni a kerekasztal munkát. Köszönöm. Üdvözlök mindenkit ismét. Azt hiszem ideje elkezdenünk, mert már 15 perces csúszás van így is. A